Benyovszky Móric 4 világtájat utazott be a 18. században. Összeköttetései voltak a legmagasabb politikai, uralkodói körökkel, mondta köszöntő beszédében Potápi Árpád János, a Benyovszky emlékév fővédnöke. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, az emlékév lehetőséget ad arra, hogy Benyovszky Móricon keresztül kora eseményeiről is beszéljünk. Lehetőséget ad számunkra arra, hogy Benyovszky Móricon keresztül a 18. század eseményeiről is tudjunk beszélni. Egyáltalán a magyar nép nemzetté válásáról is tudjunk beszélni, hiszen a reformkor előtti világról beszélünk, hogyha Benyovszkyról beszélünk, és arról is tudunk ilyenkor beszélni, hogy az akkor élő magyarságot milyen szálak kötötték a többi néphez, többi nemzethez. G. Németh György, a Benyovszky társaság elnöke arról beszélt, hogy Benyovszky alakját számos legenda őrzi, és ebben írói és történészi fantázia is szerepet játszott. Az emlékév célja, hogy ezt megpróbáljuk letisztítani, mondta. Legyen egy olyan képünk Benyovszky Móricról, ami nem csak a közel 40-50 évvel ezelőtti kitűnő vivát Benyovszky filmből árad felénk, hanem ennél sokkal gazdagabb. Ugye számunkra most, ha behonjuk a szemünket, akkor a József Ádamovics, aki akkor a Benyovszkyt alakította a filmben, meg Juhász Jácint, aki mellett volt, és Bújtól is nagyon sokan a kitűnő művészeink közünk, sajnos már egyik sem lett közöttünk, ők jutnak eszünkbe. De Benyovszky ennél sokkal gazdagabb és színesebb ennyiség volt. Mi más dolga lehet a tudománynak, mint hogy a 21. század eszközeivel megpróbálja valósághoz közelebbi képet rajzolni Benyovszky Móricról. A 18. századi nagy magyar felfedező Benyovszky Móric születésének 280. halálának 235. évfordulója alkalmából Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója ünnepélyesen kibocsátotta a 10.000 forint névértékű ezüst, valamint a 2.000 forint névértékű színes fém Benyovszky emlékérmét.